A második részben már nehezebb függvényeknek fogjuk meghatározni a deriváltját, és tessék észre, hogy letöröltem ilyen jobbról ezeket a szabályokat, meg elemi függvényeknek a deriváltját, meg kell tanulni őket. Tehát gyorsan, ügyesen csak akkor fogunk tudni deriválni, hogyha azokat készségszintjén tudjuk. Nem azt, hogy mindig a papírra nézünk, és onnan, hogy hú, ennek mi is a deriváltja. Nem sok szabály van, azokat ténylegesen úgy kell tudni, hogy felébresztenek akkor is meg. No, nézzük rögtön az legelső függvényünket, koszinusz négyzet x függvény. Érezni kell, hogy ez egy összetett függvény. Természetesen tudni kell, hogy ez azt jelenti, hogy ez a koszinusz x függvény van a négyzeten, tehát amikor a kettest ideírom és nem odaírom, akkor ezt jelenti, hogy koszinusz x-el koszinusz x-et írtam le. És ugye, hogyha átírtam erre az alakra, akkor innen a zárójelben mutatja, hogy melyik a belső függvény, melyik a külső függvény. Tehát ugye külső függvény négyzetre emelés, tehát négyzet függvény deriváltja, az ugye kitevő legyen szorzótének, tehát kétszer. A belső függvény az első, koszinusz x az első, hát ugye azt kisebb kell írni, szorozva a belső függvény deriváltjával, azaz a mínusz színusz x-el, mert megígyeztem, hogy koszinusz x-nek mínusz színusz x a deriváltja. Második feladatunk a koszinusz x négyzet. Zárójel itt sincs kitéve, de itt ebben az esetben itt van igazából. És hogyha a zárójelet már oda tettem, akkor látjuk, hogy az x négyzet a belső függvény, a koszinusz a külső függvény, azaz a koszinusznak a deriváltja az mínusz színusz, ugye a belső függvény, azaz az x négyzet helyen, szorozva 2x-szel, ugye az x négyzetnek a deriváltja, ezt azért úgy átszoktuk írni, hogy akkor ez egy mínusz 2x-szel színusz x négyzet lesz. Jó, tehát hangsúlyozom, hogy ez a 2x a színusz, ugye x négyzetet szorozza, azaz nem az x négyzetet, nem a színusz argumentumában van belül, jó? És akkor ezt az adatban nyilván látjuk, hogy ténylegesen hogyan is értendő ez a 2x-szel való szorzás. A harmadik feladat ilyen szempontból talán a legkönnyebb, mert ott már eleve megvan az, hogy a zárójel megmutatja, hogy ez a belső függvényünk, a külső függvény a 12. hatványra emelés, tehát akkor deriválási szabály alapján 12-szer a belső függvény az a 3x plusz 3x az 5-en plusz 7, egyel kisebb kitevőnk a 11-en, szorozva a belső függvény deriváltjával a 3 szor x az 5-en, az 3 szor, ugye 5 szor x a 4-en, tehát az 15 szor x a 4-en lesz a belső függvény deriváltja. 4. feladatnál gyökös kifejezések van, természetesen itt is megtaláljuk a zárójeleket, hogy használjuk a tört kitevőket. Tehát első lépésként, ide elfejlettem ide írni, hogy ez deriválva kapok ennyit, igen. Ne felejtsük el, mert különben nem egyenlő a kettő. No, tehát akkor ez az lesz, hogy egyszerűen ugye zárójelet kell írni a gyökjel helyett. 3x, itt be kell zárni, be kell zárni. 1/2 életre, és itt is ugye megint be kell zárni, tehát itt is az 1/2, ha egy gyök van, akkor 1/2 62 kell fölírni. No, és akkor így látjuk, ugye itt van ez a nagy zárójel, tehát ez van belül, a külső az az 1/2 hatvány, tehát akkor az 1/2 az lesz 1/2-szer 2x-3x az 1/2-en, ugye? Tehát a belső függvény az egyel kisebb kitevően, azaz a mínusz 1/2-en szorozva a belső függvény deriváltjával, 2x-nek a deriváltja 2, és van ez a 3x az 1/2-en, ugye az nem más, mint gyök 3-szor x az 1/2-en. Tehát úgy c-szer f alakba írtam ki, tehát akkor az ez mínusz, ugye gyök 3-szor x az 1/2-ennek a deriváltja 1/2-szer x a mínusz 1/2-en. Tehát ez lesz a belső függvénynek a deriváltja. Jó. Akkor menjünk tovább, nézzük a következő, az 5. feladatot. 5. ahol is törtes kifejezésünk van,
vegyük észre, hogy a számlálóban egy konstans szám szerepel. A 5. feladat az 1 per 1 minusz x négyzetfüggvényt kell deriválni. Természetesen megoldhatnánk az f per g alapban, ugye az f per g hányados függvény deriválására vonatkozó szabály alapján, de amit említettem, csak egy szám szerepel itt, ezért én általában úgy oldom meg a feladatot, hogy negatív kitevő segítségével, hogy ezt így a mínusz 1-es. Tehát ugye a mínusz elsőn van, és hogy ennek a függvénynek kell venni a deriváltját, azaz mint összetett függvényként fogom deriválni. Jól látható, hogy melyik a belső függvény, melyik a külső függvény, tehát akkor az mínusz 1-szer, ugye a belső függvény 1 mínusz x négyzet. A mínusz másodikon szorozva a belső függvény deriváltjával, ez a mínusz 2x-szel. Jó? Természetesen ugyanezt kapnánk az esetben is, hogyha hányados függvényként deriváltuk volna az eredeti kifejezést. Jó? 6. feladat. Itt az 1 per 1 mínusz x a négyzeten függvényt kell deriválni. Ebben az esetben megint csak ugyanazt fogom tenni, mint az előbb. Felírom, hogy 1 mínusz x a mínusz másodikon függvénynek keresem a deriváltját. Tehát ne féljünk a negatív kitevőtől, szerintem sokkal biztosabban lehet vele a deriváltot meghatározni, mint a hányados függvény szabály alapján. Jó? Tehát akkor ugye külső függvény a mínusz másodikon, azaz mínusz kétszer, a belső függvény az 1 mínusz x a mínusz harmadikon, egyel kisebb számot írunk, és a belső függvény deriváltjával az 1 mínusz x meg a deriváltjával az mínusz egyel kell szoroznom. Jó? És akkor ez lett derivált. 7. feladatunk az az lesz, hogy az arkusz tangens x. Arkusz tangens 2x plusz 1. 2x plusz 1. Meg kell meghatározni a deriváltját. No hát ez az előző első részben nem szerepel, hogyha mondjuk ide fölírjuk. Ugye ehhez tudnom kellene az arkusz tangens x-nek a deriváltját, ami 1 per 1 plusz x négyzet lesz. Jó? Tehát itt megint csak a zárójel mutatja, hogy az arkusz tangens függvény a külső függvény. Tehát akkor nézzük, mi lesz az a külső függvény deriváltja, az úgy 1 per 1 plusz, és akkor x négyzet helyett ugye nyilvánvalóan a belső függvénynek a négyzete, azaz a 2x plusz 1 a négyzeten, azt kell ideírni, és utána a láncszabály alapján meg kell szorozni a belső függvény deriváltjával, a 2x plusz 1-nek a deriváltja, ugye az 2-vel. No, akkor nézzük a 8. feladatunkat, az nem más, mint az ln 2 minusz x függvénynek a deriváltját kell meghatározni. Ez sem szerepelt még, hogy az ln x-nek a deriváltja, hát pontosabban azt tudjuk, hogy ln abszolút érték x-nek a deriváltja az egyenlő 1 per x. Jó, most itt esetünkben abszolút érték nem lényeges, de hát ugye ez a képlet, amit általánosabb, amit ismerünk. Akkor nézzük, a zárójel megint csak ugye megmondja, hogy hát persze az ln a külső függvény, ez van belül, tehát akkor ugye a derivási szabály alapján 1 per, és akkor ide ugye a belső függvény kell leírni, 2 mínusz x, és akkor a belső függvény deriváltja, ugye az mínusz 1 lesz. Tehát meg kell szorozni mínusz 1-jel ezt a kifejezést, és akkor így kapjuk meg a deriváltot. Ez a 8. feladat volt, és a 9. feladat az az x-szel ln x négyzet meg kell meghatározni a deriváltját, hát szemben látható, hogy egy szorzatfüggvény van, és az logaritmus után ugye x négyzet áll, tehát ez még nem is egy elemi függvény, tehát az összetett függvényük van, úgyhogy egy kicsit bonyolultabb lesz a szabály, de azért megoldás, de azért nem lehetetlen. Azaz, ugye legutoljára a szorzás műveletét végezzük el, tehát f szer g, meg kell nézni a deriváltját, hogy ezt tudjuk, hogy f vesző g plusz f szer g vesző lesz. Tehát akkor az x-nek a deriváltja az 1, szorozva a másik
másik szorzóté, második szorzótényezőben az ln x négyzet, plusz ugye az első szorzótényező szorozva, és akkor itt kell az ln x négyzetnek külön leírok, azért ln x négyzetnek mi lesz a deriváltja. Tehát zárójel nincs kitéve, de hasonlít a koszinusz x négyzetnél, itt is ugye kitehetném, de hát vegyük észre, hogy a logaritmus az a külső függvény, annak a deriváltja az ugye 1 per, ugye a belső függvény helyén, szorozva az x négyzet, ugye a belső függvény deriváltjával, az x négyzetnek az 2x lesz, az ez egyszerűsítés után nem lesz más, mint 2 per x. Tehát ide 2 per x-et kell írni. És akkor ez lesz ennek a feladatnak a megoldása. Akkor nézzük a tizedik feladatunkat. Ez pedig nem más, mint x plusz e ad minusz x per 2-nek a deriváltja. Tehát ugye összeg esetén plusz-minusznál szétszedhetem, tehát nézzük, hogy mi lesz az x-nek a deriváltja, hát x-nek a deriváltja, azt tudjuk, hogy 1. És akkor mi az e ad minusz x per 2-nek? Ugye itt az, hát zárójel nincs kitéve, de azért tudjuk, hogy a minusz x per 2 az a belső függvény. E ad x-nek a deriváltja ugye az önmaga, akkor e ad, ugye a belső függvény, e ad minusz x per 2, ugye, szorozva a belső függvény deriváltjával, azaz minusz x per 2-nek az minusz 1/2 a deriváltja. Tehát itt van a láncszabály, megint csak alkalmazva. No, akkor ezek után a 11. feladat, az szintén exponenciális x-szer e ad minusz 1 per x négyzet függvénynek kell meghatározni a deriváltját, szorza, tehát x-szer, ugye akkor megint csak az f-szer g-nek mi is a deriváltja, azt írjuk fel, hogy az lesz f vesző g plusz f-szer g vesző, azaz x-nek a deriváltja 1, szorozva a g-vel az e ad minusz 1 per x négyzet, plusz az f, az x szorozva g vesszővel, tehát az e ad minusz 1 per x négyzetnek a deriváltja, e adnak persze önmaga, szorozva, hogy a belső függvény deriváltjával, minusz 1 per x négyzetnek a deriváltja, hát inkább ezt leírjuk, minusz 1 per x négyzetnek mi lesz a deriváltja, most ne csináljuk már még rögtön fejbe, tehát az minusz x a minusz másodikonnak a deriváltja, ugye, hogyha itt a negatív kitevőt használok, tehát akkor az, hogy mínusz, és tudjuk, hogy a kitevőt leírom, a régi mínusz 2, tehát itt mínuszszal, mínuszal, majd figyeljünk oda, x, és egyel kisebb kitevőt írok, a mínusz harmadikon. Tehát ez akkor 2 per x a köbben alakban írható föl például. Jó, tehát akkor a belső függvényét még szorozni kellett, ami ugye külön kiszámoltam, hogy ez 2 per x a körből lesz. Ezt megint lehetne egyszerűsíteni, de ezt majd későbbiek során fogjuk konkrétan enni a feladatnál, ténylegesen venni is. Akkor jön a 12. feladat. Általában a feladatokat, amit ugye veszünk, ott a logaritmus, illetve az exponenciális függvény alapja mindig az e, de hát előfordulhat, hogy éppenséggel más alapú logaritmust vagy exponenciális függvényt használunk. 12. feladatban például a 2-es alapú logaritmus x köb mínusz 1-nek kell a deriváltját meghatározni. Itt van az ln x-é, azért leszoktuk írni azt is, hogy akkor az a alapú logaritmus x-nek a deriváltja az ugyanúgy 1 per x, csak mi meg kell szorozni 1 per ln a-val. Jó? Azért, mert nem e alapú logaritmus van. Persze, hogy itt az a az e lenne, hát ln e az 1. Tehát természetesen visszaadja ugye a fenti esetet. Jó? No, tehát akkor ezek alapján zárójel ki van rakva, akkor tudom, hogy melyik a belső függvény, akkor ez azt jelenti, ugye, hogy itt a szabály alapján 1 per a belső függvény az x kör minusz 1 helyen, szorozva 1 per ln, mi az alap? 2-vel, és tehát ez volt ugye a külső függvény deriváltja, és még ezt meg kell szorozni a belső függvény deriváltja, az x kör minusz 1-nek a deriváltjával,
az a 3x négyzet. És az utolsó feladatban pedig nem íjad alapú exponenciális függvényünk van, hanem 3 az alap, 3 a 2 mínusz 2 mínusz x. Ennek kell meghatározni a derivátját. Itt az a az x függvény derivátjára vonatkozom, pedig azt tudjuk, hogy az önmaga, és itt ebből esetben szorozni kell ellen a-val, azaz megint csak, hogyha az a el lenne, hát akkor ellene az 1, tehát e ad x-nek, persze e ad x önmaga derivátja. Jó, akkor itt összefüggés alapján, ugye 3 az x-ediken, tehát a az x-ediknek az önmaga, tehát akkor itt lesz 3 a 2 mínusz x-ediken, tehát nyilvánvalóan az összetett függvény helyén szorozva ellen 3-mal, és persze ne felejtsük el, hogy ez csak a külső függvény derivátja volt, meg kell megszorozni a belső függvény derivátjával, 2 mínusz x derivátjával, azaz mínusz 1-jel.